Sziasztok, én Faix Csaba vagyok, a Budapest Brand vezérigazgatója, mellettem pedig Szemes Máté, dalszövegíró, szövegíró. És ami miatt itt állunk és beszélgetünk, hogy idén 8-szorra megtartottuk a 100 szóban Budapest pályázatot, aminek te voltál az egyik zsűri tagja. Így van. És ha jól tudom, akkor 2200 írás érkezett az idei. Döbbenetes mennyiségű pályamű volt, még így is, hogy ez gyakorlatilag egy bekezdés hosszú ez a 100 szó. Mennyi idő alatt olvastad végig? Hát ez egy milyen másfél hét volt gyakorlatilag, amíg szépen végigmentünk, és az is volt a nagyon nehéz benne, hogy ugye a 2200-ban bele-bele fárad az embernek a szeme. Aha. És mégis vissza-vissza kellett menni a történetekhez, hogy el ne sikkadjon egy se közülük. Tehát ez valóban nagy meló volt. És tényleg budapestiek ezek a történetek? Szerintem maximálisan, és itt, amiket majd körbe fogunk menni, és megnézzük a győztes pályaműveket, azoknál is nagyon benne van ez, majd a harmadik helyezetnél térjünk ki ennél, mert gyönyörűen megvan a Buda és Pestnek a különlegessége, vagy ez a duális kettősége, de szerintem sikerült megmutatni az embereknek a történetüket, és a történetükön keresztül a budapestiséget, vagy a jelen Budapestjét. Nekem egyébként ez a projekt éppen ezért is tetszik nagyon, mert mindenkinek vannak történetei, és hogy ezek a történetek összegyűjtődnek, és utána kikerülnek ilyen látható formába, megelevenednek és élővé válnak, szerintem ez az egyik ilyen nagy pozitívum hozama ennek a... Akkor nézzük is meg az elsőt, mert egyébként valóban pont erről van szó, hogy itt élünk ebben a városban, 1000 dolog történik velünk, mindenkinek van egy kis saját Budapestje, egy saját Budapest élménye, és akkor a feladat az volt, hogy ezt 100 szóban össze kell foglalni és elmondani a történetet, amiből ti idén győztesként Fazekas Viktor Telezöld című történetét választottátok. Miért? Ahogy mondtam is, végtelen nehéz volt az, hogy 100 szóba, tehát ebbe az egybekezdésbe bele kell férni. És az, hogy legyen egy történet folyama, vagy valami fajta dramaturgiája, és a végén legyen egy olyan mondat, vagy egy olyan tanulság, vagy egy olyan csattanó, amit magunkkal tudunk vinni, az talán ebben mutatkozott meg legplasztikusabban. A másik pedig, hogy a varázs nagyon benne van ebben a történetben. Tehát, hogy az a kis mágia, vagy a kis extra történés, hogy ugye úgy kezdődik, hogy senki nem tudja, hogy pontosan hogyan, de egyszer csak a város összes piros lámpája zöldre váltott. Ez már nagyon izgalmas kis varázs homályt rak rá, és hogy ez sikerült le is zárni a nagyon-nagyon, egy nagyon szép mondattal ezzel, hogy a folytó rohanó város egy röpke pillanatra célba ért, ami ugye pont ellentétben van azzal, hogy bár minden lámpa zöldre várt, mégis itt ért célba a város. Tehát ennek a sűrítését és drámaiságát sikerült belerakni 100 szóba, ez szerintem egy nagyon nagy teljesítmény volt, és ahogy szépen 23-ra leszűkítette a zsűri a listát ebből a 2200 pályaműből, ez így ki is emelkedett, és ebben gyakorlatilag mindannyian egyetértettünk, hogy az idei győztesünk ez a Telezöld című alkotás lesz. És ahogy az ember olvasgatja ezeket a történeteket, azért nem lehet nem észrevenni, hogy van ezekben egyfajta örkény egyperces novella, mai változat a modernkori élete, és pont amit itt mondtál, hogy egyrészt van egy homály, általában az örkény egypercesekben is van valamilyen szokatlan dolog, és utána van egy csattanó, van így egy van. Feloldás. És azt hiszem, hogy ez a második helyezett műben, meg aztán pláne benne van. Abszolút, és itt a zsűri talán a legtöbbet vacilált, mert hogy szerintem ez egy fantasztikusan vicces. Szerintem olvassuk is fel. Ez az Antonio Banderas című, amit Novák Kit írt, hogy egyszer Antonio Banderas elsétált előttem a Nyugatinál, nem ő volt az. És ez egy olyan megoldás, hogy ugye a 100 szó lehetett volna, ami rendelkezésére áll, de volt elég bátorsága megállni a poénnál, és megcsinálni ezt a végtelen jó sűrű viccet. Azért kezdtem el azt mondani, hogy a zsűri itt viszonylag többet vacilált, mert hogy mégiscsak nem egy versforma, nem egy klasszikus forma, két mondatból áll, hogy vállalhatjuk ezt. És amikor ez felvetődött ez a kérdés, akkor
talán a Katta dobta be, vagy lehet, hogy a Dani, hogy ő ez volt az első olyan szöveg, ami hangosan otthon felnevetett. És akkor így szép sorra vallottuk be, hogy mindannyiunknál ez megtörtént, ami azt jelenti, hogy ha 4 emberből 4 felröhögött ezen hangosan, és ez volt az ilyen jégtörő pillanat, akkor mindenképpen díjaznunk kell. Nekem ez a személyes kedvencem, és egyébként azért, mert bármennyire rövid is, egyébként egy iszonyú budapesti sztori. Igen. Tehát, hogy nem tudnám megmondani, hogy miért, nem a nyugatitól, de valahogy olyan nagyon, nagyon sajátos. Úgyhogy én nagyon örültem, és gratulálok innen. Szerintem, amit érezhetsz még benne, az, amit az elején beszéltünk, a budapestiség, hogy a városnak a rohanása is benne van, aha, és benne van abban a rohanásban egy-egy pillanat, ami így felvarázslik, és rögtön tovább is megy. És ebben benne van ez a Antonio Bandera, ja nem, de megy tovább, de az emberben benne volt az az élmény. És tudod, mi van még benne? Az urban legend. Így van. Hogy van valami, hogy igen, ott volt, és aztán mesélem, vagy igaz, vagy nem igaz, vagy megtörtént, de beszélnek róla, mesélik az emberek. Úgyhogy én gratulálok Novák Kittinek, szerintem szuper lett. És ami még nagyon budapesti, az azért a Duna. Így van. Sok írás született a Dunáról? Igen, meg ebből a kettősségből is nagyon sok született, hogy a városnak a szétszakítottsága és egysége. Uh-huh. És itt például azt tetszett meg nekünk nagyon, hogy egy karakter jelent meg. Aha. Dudu. Ő Dudu, és ezt a Dudut a kedves pályázó, a Kinga találta ki, és alkotta meg. És ő ugye a Dunának a Dunában lakik, és a városnak a megosztottsága és mégis egységét, ugye a Duna is igen, szimbolizálja meg az átívelő hidak. És ő teremtett egy karaktert, egy egészen izgalmas karaktert, ahol szintén a hétköznapoknak meghatározó képei és pillanatai vannak egymás után téve, és egyfajta ilyen őrangyalként őrködik ez a Dudu a városon. Aha. És őt végül nem díjaztátok, de mégis azért egy nagyon, nagyon budapesti... Hát szerintem az budapesti... már önmagában egyébként díjazás, hogy a 23-ba bekerül, mert 2200-ból, igen. Az nagyon, igen, nagyon. De van még egy dunásabb, hogyha ha elárulhatom, őt viszont helyezéssel is díjaztátok, ő lett a harmadik, és ami a tartalmon vagy a Dunán túl izgalmas benne, a forma. Így van. Ez ugyanis egy vers. Így van. Mondjuk még bocsánat el az, hogy a zsűriben benne volt idén Varró Dani. És a Varró Dani nagy lobbistája volt idén a formának és a versnek. És ugye itt megint egy izgalmas vállalás van, egyrészt formailag. Uh-huh. Tehát ez az ütemmértékes verselést kiválóan tartja. És az is bátorság volt, ami megtetszett nekünk a többi vershez képest, hogy nem kötötte a rím első, vagy nem kötötte úgy meg. Sok nagyon jó vers volt, nagyon jó formában, de a rím kényszer sokszor a tartalmat elvitte. Uh-huh. És ennél nem volt meg ez, és a Dunáról beszéltünk az előbb, meg a fővárosról, hogy felfogni a hidakat raktapaszoknak, cérnaszálaknak, ahol sok kis ember egyensúlyoz, nagyon ez valami kép, annyira finom kép, vagy annyira érzékeny kép, uh-huh, hogy ez emelte nálunk ki a többi vers elé egy kicsit ezt az alkotást. És egyébként láthatjátok a plakáton, hogy készültek illusztrációk is, és szerintem itt iszonyatosan jól fogta meg Szigeti Árpád ezt a cérnaszál és ezt a azt az egyensúlyozást a két városrész között. Úgyhogy nekem ez és is talán ez tetszik. Nem csak Budapestre, hanem a budapestiekre is, vagy a nagyvárosra ez az egyensúlyozás. Ez része, része a városi életnek? Én azt gondolom, hogy igen, ez a folyamatos imbolygás és egyensúlykeresés, aha, ez mindenképpen része vagy jellemzője. Most egy pár adatról már beszéltünk, azért elmondom, hogy ezt a 100 szóban Budapest kezdeményezést, ezt 8 éve, 2014 óta rendezi meg a főváros, és pontosan ezeket a történeteket keressük, és itt a Városháza Parkban mögöttünk látjátok állandó kiállítás keretében az összes korábbi nyertes pályaművet, tehát van egyfajta ilyen válogatás is az itt lévőkhöz, és a Mindspace-szel közösen és a Plagio-val közösen szerveztük az idei
tulajdonképpen ez egy verseny, igaz? Mondhatjuk. Ez egy verseny, másrészt meg, ami nekünk zsűriként kiemelkedően izgalmas volt benne, hogy ez egy kulturális gyűjtemény. Aha. Tehát egy kicsit lenyomata ez a mostról, mégiscsak még egyszer ez, hogy nagyon sok pályamű érkezett be, és egyébként ezt be is dobom itt, hogy akár ezt a 2000 pályaművet, vagy 2200-at is érdemes lenne elemezni, vagy korpuszként kezelni, hiszen kirajzolódnak olyan csomópontok, akár egy példát említek, hogy mit fogunk fel most már történelemnek. Aha. Nyilván a koronavírus benne volt, a pápa látogatás, és hogy miket érzünk olyan megismételhetetlen pillanatoknak, amiről referálnunk kell az utókornak. A másik, ami nagyon tetszett ebben a felkérésben, vagy ebben a verseny, vagy pályázat nevezzük akárhogy, hogy ne díszletként kezeljük Budapestet, bár most ugye pont ilyen díszletként vannak ezek kint, de hogy a városi hatalmas tempóban és rohanásban egy kicsit próbáljuk meg észrevenni azokat a történeteket, élményeket, amik itt vannak körülöttünk. Abszolút, és egyébként ahogy mondtad, a tavalyi pályamunkban sokkal hangsúlyosabban volt jelen a Covid, a bezártság, a karantén. Idén ez kipörgött, kikopott? Volt azért, de mondjuk, hogyha ilyen százalékosan kéne mondanom, akkor ilyen 10-20%, tehát nem ez volt a meghatározó. Már nem ez volt a fő élmény. Észrevehető volt, ott volt, de nem ez volt a fő szervező erő. Aha, és akkor még itt álljunk meg egy pillanatra. Barabás Mikoltnak a munkája is díjazott lett, de ő egy külön kategóriában, milyen kategóriában? 18 éven aluli kategóriát is csinált, vagy volt ezen a pályázaton, és nekünk mi ilyen kódok alapján láttuk, tehát nem nevek alapján, és nem évek alapján láttuk a jelentkezőket, hanem ilyen sorszám, rendszámtábla vagy kód volt megadva. Ennek ellenére, amikor ezt a szöveget néztük, akkor az jött ki belőle, hogy valamilyen nagyon szépen homályosan benne van a generációs különbség valamennyire. Uh-huh. Ugye egy idős árus kezében kereklégömbökkel. Ahogy jön egy ugrándozó kislány, egy kezében egy rikító színű egyszarvút mintázó lufival. Tehát ott a kerekből valami forma már kiemelkedik, és ez a kettő találkozik is a végén, a léggömbök eldurranak, az áros pedig kis hiány szívinfarktust kapott, tehát nagyon nagy dráma nem történik, de valahogy pont ez a generációs... Hány éves? Mikolt? Azt nem tudom, 18 év alatt. 18 év alatt van, csak azt tudom. És ezen meg is lepődtünk, hogy amikor ez bekerült a 23-ba, akkor mondta a Cili, hogy valójában ő 18 év alatt van, és ő fogja megkapni ezt a díjat. És viszont én meg ezt emelném, mert én meg most találkozok az illusztrációkkal először, és szerintem ez valami bravúrosan. Nagyon-nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Itt ez az egyszarvú kilövi, és ebből eső is a felhőből elkezd szépen permetezni, ez gyönyörű. Csesznek Gyöngyi munkája ez az illusztráció. Szerintem a figurák is elképesztően izgalmasak, és elképesztően a színességével pont azt a sokszínűséget, amit egyébként a városról mi gondolunk, azt is visszaadja. Meg a mozgalmassága tökéletesen benne. Így van. És akkor még egyetlen dolgot mutassunk meg, hogy nyilván van ennek egy honlapja, ahol el lehet olvasni ezeket a szövegeket, de hogyha valaki is itt talán az elején láttátok, volt a kezemben egy ilyen kis pocket zsebkönyv, amiben most már több egyszerre kiadtuk a 100 szóban Budapest nyertes, vagy hát a shortlistre felkerült válogatottját, antológiáját, hogy ezt többek között itt a Városháza Parkban a mi turista információnknál lévő pocket automatánál is meg tudjátok venni, és akkor meg is mutatjuk most gyorsan Mátéval, hogy hogy lehet ezt megtenni. Gondolom, hogy mindenki ismeri ennek a működését. Itt vannak a 21-es kötetek, ezek a úgymond harsánykékek, hogyha így mondhatom, de egy csomó más pocket könyv is természetesen itt van, ahogyan a legtöbb pocket automatában. És akkor annyit kell mindössze tenni, hogy beírjuk, hogy mondjuk én a 32-est szeretném, mert az a mi izénk, és az az igazság, hogy tudunk fizetni bankkártyával is. És akkor oda tartom, és akkor most írom be, hogy 32, elnézést. Thank you.
jóvá is hagyta, és már meg is van a könyv. Jó erősen megnyomjuk. És Máté, engedd meg, hogy át is nyújtsam neked sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. És nagyon szépen köszönjük a munkádat ebben a zsűrizésben. Én is nagyon szépen köszönöm, hát egy fantasztikus élmény volt. Köszi szépen. Titeket pedig biztatlak arra, hogy gyertek ki ide a Városháza Parkba, ahol meg tudjátok nézni a kiállított történeteket, vagy a Pocket Automatából meg tudjátok venni a könyvet hozzá. Sziasztok! Hey,